valaki egy picit is ismerős tolnán és az értékekről kérdezik, egészen biztosan eszébe jut a hajózás, a halászat, a kékfestő és a habánykerámia. Ebbe a sorba sorakozik fel a selyemgyár, mely évtizedeken át megélhetést biztosított sok család számára, és ami a maga korában felvette a versenyt a világ bármely selyemüzemével. Nem csak Tolnához kötődik, hanem Tolna falain kívül is került a selyem, mint olyan, a selyem gyártás, a selyem feldolgozása, az konkrétan Tolnához kötődik. És ennek, aki igazán a mindent tud, és a feldolgozója volt, illetve ő adta be, ő dolgozta fel a munkásságot és az értéktárba, az a Steinbach Ferenc úr, aki majd nekünk bővebben fog a selyemről tudni már mit is mondani, hiszen az első perctől kezdve ő dolgozta fel, ő ismeri, neki van erről nagyon hatalmas tudása. A régi emberek szinte tudták, szinte tudják, hogy mi az, ami innen kikerült, mi az a selyem, amit feldolgozásra, hogyan használták viseletnek, ruházati és minden egyéb téren, hogy újra használták, illetve hát az első lépéstől is, amikor még selyemhernyóról beszélünk, és amiből egy kész termék lesz, annak a folyamatát is régiek tudják, és az újaknak pedig ezen a múzeumon keresztül tudjuk bemutatni, részben anyagban, amit át tud tanulmányozni, részben szemléltetve vizuálisan is lehet látni a folyamatokat, hogy miből mi készült, és egyáltalán hogyan lehetett hasznosítani, és mai embernek ez mit jelent. Steinbach Ferenc 35 évet töltött a selyemgyár falai között. Szinte mindent tud arról az értékről, melyet a gyártelep és a termelés története hordoz. Feri bácsi azt meséli, a gyárban dolgozók és elsősorban Bezerédi Pál a létrehozó és üzemeltető a kiváló minőség létrehozására törekedett. Érdekesség, hogy Bezerédi megbízásakor kikötötte, soha egy fillér állami juttatást nem kaphat a munkájáért. Már 1900-ban a Párizsban megrendezett selyem világkiállításon a magyar selyem, köztük a tolnai is, aranyérmet, az egyetlen aranyérmet nyerte el. Az 1800-as évek második felétől, úgy körülbelül a második világháború végéig nagyon sok család tenyésztett gubót, ami egy olyan összeget biztosított a családnak, amiből meg tudta nem megélni, hanem a legszükségesebb, esetleg téli öltözékek beszerzése, vagy a gyerekeknek a fölöltöztetése feltétlenül lehetséges volt. Ez annak idején a családoknak rengeteget számított. A kezdetektől számított két évtizedig a magyar selyemgyártás műszaki színvonala a világ élvonalához tartozott. Ennek az automatizálás vetett véget, mert a magyar gumók nem voltak alkalmasak az automatagépek kiszolgálására. Tudva lévő volt már az, hogy a gubót meg kell főzni. Ezek az üstök voltak hivatottak arra, hogy megfőzzék a gubót. Itt forró víz, körülbelül 96 fokos víz volt ezekbe az üstökbe. Ide betették a gubót, lehajtották ezt a kefét, elindították, a kefe fél fordulatokat tett, ennek következtében a föl szabadult szálak rátapadtak a kefére, innen ezt lefejtették, és ezekkel a segítségekkel kimerítették innen a gubót, és áttették a fonónak. Ezekkel az orsóknak a segítségével történt a tulajdonképpeni gubószál pótlás, mert ugye tehát minden guborról ugye legombolyodott egy bizonyos mennyiségű szál,
és utána pótolni kellett. Ezek az orsók voltak a lehetőségei a pótlásnak, mert ezeknek az orsóknak az alsó tárcsa finom bevágásokkal van ellátva, és a forgó orsóhoz, ha ezt a nagyon vékony gubószálat hozzá érintették, akkor az orsó alatt lévő gubószálakhoz hozzá ragasztotta, hogy úgy mondjam, az orsó az új szálat, és vitte föl a többivel együtt. Itt a tolnai gyárban egy napi 18-20 dönés fonalból a fonók hozzávetőlegesen 70-80 kiló lehetett a napi termelés. A tolnai selyem termelés végét az amerikai szőlőlepkének köszönheti. Ehhez járult, hogy a tenyésztők már nem akarták vállalni a gumónövesztéssel járó kellemetlenségeket. Így a termelés fokozatosan elhalt. Mára megmaradt az ipari műemlék és a történet. No és Feri bácsi, aki ma már csak egyedüli tudója a selyemgyártás hagyományainak.